Én az előadás előtt egy pár mondatot szeretnék csak szólni, azért, mert részben lesz egy következő rendezvényünk is, amit egy picit szeretnék itt is propagálni. Racionálni szeretnénk a költségeket, és ez a sok-sok hirdetés, meg a henger, meg stb. Nem részletezem. Hát, ha így meg tudjuk spórolni, úgyhogy vannak szórólapok a következő rendezvényünkről, aminek Balog Béla lesz a vendége, hogy vigyenek és terjesszék, illetve jelentkezzenek, hogyha regisztrálni akarnak. Még két könyvet ajánlanák röviden a figyelmükbe, ugyanis én a Horváth professzor úr előadása után, amikor is hát majdnem megdöbbentem, hogy milyen sokan érdeklődtek az iránt, a módszer iránt, amit ő alkalmaz, és ami tulajdonképpen még minden nincsen engedélyezve, jól tudom, tehát félig meddig, vagy teljesen illegális. Azóta én elhatároztam, hogyha minden ilyen illegális dologról tudomást szerzek, akkor fogom mondani önöknek, hát ha érdekli önöket. Az egyik dr. Molnár Albinának Lenni vagy nem lenni, sejtelmélet című könyve. Ő tavaly volt nekünk ősszel vendégünk, ilyen kerti partit néha szoktunk szervezni, és oda is meghívunk vendégeket. Az alcímét még elmondanám, sejtelmélet a tudományból, a biológiából és az oktatásból kizárt része. Az emberek erről gondosan titkosított tudás és igazság a betegség eredendő okáról, az egészség visszaszerzés egyetlen biztos módjáról. Kis unokáimnak ajánlom, életmentő információ a túléléshez. Ezt a könyvet meg lehet venni, nem könyvtárba, de elérhetésegen megvan a hölgynek, ha valakit érdekel. És a másik könyv pedig szintén egy kedves hölgy, Rozgics Mária, akit szeretnénk majd meghívni nyár végén valamikor, attól függően, hogy milyen igény lesz rá esetleg itt, vagy hogyha kisebb a létszám, aki jelentkezik, akkor pedig szintén valószínű, hogy nálunk egy alkalommal, amikor meg tudjuk vele egyeztetni az időpontot. Ennek a címe Magyar Élet, Magyar Lélek, szintén nem kapható könyvesboltokba, mégpedig azért nem, mert az alcíme a következő, Magyar furfanggal járjunk túl a gyógyszermaffia eszén. Én ennyit szerettem volna röviden, és akkor professzor úr következik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és köszönöm a Teremtőnek ezt a gyönyörű időt, amit ma kaptunk. Van még mit megköszönnöm, mert mai napon 12 órakor töltöttem be a 66. évemet itt a földi létemben. Azért kell megköszönni, mert önök közül néhányan bizonyos, hogy voltak olyan helyzetben, amikor szívesen mentek volna ebből a világból, abba a másik világba. Én, aki tapasztalattal bírok a másik világról, és nagyon sok ember elmondta, hogy ott fönt mennyivel jobb, tehát nem csak én, hanem mások is ezt mondják, kifejezetten vágyakoztam, hogy elmenjek. Az 5. infarktusom során tudtam, hogy milyen bajba vagyok, azt is tudtam, ha nem teszek semmit, akkor másfél órát kell körülbelül itt tölteni a földi létbe. Ez egy fordulópont, mint oly sok fordulópont van az életemben, mert önöknek, és mindenhol hirdettem, hogy én Isten hívő, Isten félő ember vagyok, aki elfogadja a Teremtő szándékát. Akkor hogy van ez? Ha én tudom, ha nem teszek semmit, akkor másfél óra múlva elmegyek, akkor ki döntött az életről és halálról? Nagyon elszégyeltem magam. Sokszor az ember, ha helyzetbe kerül, csak akkor döbben rá, hogy mennyire másként
van a leírt szövegben, másképp a lelkünkben és másképp az agyunkban. Én el kell, hogy fogadjam a teremtői szándékot, de ha tudom, hogy mit kell tenni, akkor meg kell tenni. Mindezt a történetet azért mondtam el, mert önök közül bizonyára sokan olvasták Jób történetét. A sátán a teremtővel, amikor vitatkozik, a sátán azt mondja, hogy ő a csábító erejével, a földi hívságokkal, a test gyönyöreivel, és egyáltalán azokkal az eszközökkel, amivel rendelkezik, minden embert magához tud édesíteni, és minden embert a maga oldalára tud állítani. A teremtő akkor azt mondja, hogy sokat, de itt van szolgám Jób, akit nem tudsz megkapni. Megegyeznek, hogy mindent tehet a sátán. Jót és rosszat, egyet nem tehet, nem veheti el az életét. A történetet azért javaslom elolvasni, mert megjelennek a jó barátok. Tudnik, elkezd küzdeni Jób. Elveszíti mindenét. Elveszíti vagyonát, családját, egészségét. Fájdalomban fetreng. És megjelennek a jó barátok. A jó barátok, akik jó tanácsot adnak Jóbnak. Mi ez a jó tanács? Jób, te ember vagy. Te nem tudod megváltoztatni a világot. Ne küzdjél. Istennel akarsz te szembeszállni. A sátán nagyon sokszor Isten képében jelenik meg, torz képében. A három barát, mind a három dolga végezetlenül fejezi be munkáját. A történet vége, Jób kiállotta a próbát. Jób nem került a sátán kezébe. Istenfélő maradt. Vívódott, és ezért mondom, vívódtam. És Jób története azért fontos számomra, mert soha életemben ilyen boldog nem voltam, ilyen boldog soha nem voltam, mint amilyen ezen a bizonyos ötödik infarktus után, a megvilágosodás után megkaptam a teremtőtől. Milyen nagy dolgok történtek. Korai ifjúságomtól szerettem volna megváltoztatni a világot. Jobbá tenni. Mindig csalódtam, mert akárhányszor belekezdtem, mindig kudarc volt a vége. Itt egy olyan ember áll önök előtt, aki, mint igazgató, mindig megbukott. Mindig leváltották. Miért? Mert egy bizonyos határon nem léptem túl. Mert pontosan tudtam, hogy hol van a határa a kompromisszumnak, és hol van a határa a megalkuvásnak. Jóbi módon. A tanácsadók mindig jöttek. Mit akarsz, szembe akarsz állni a világgal? Szembeszálltam. Megbuktam, mint igazgató. De tudom, hogy ezek a próbatételek a legfontosabbak voltak számomra. Mit lehet kezdeni az igazgatósággal, a földi vagyonnal? Mit tudunk elvinni magunkkal? A mindennapi életben mi az, ami gyötör bennünket? És önöknek ma arról szeretnék beszélni, József Attila szellemében. Hogy is mondta ő? Az igazat mond,
ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ezért kell egymással lenni. Az egész életemet egy kicsi szerv kutatására, gyógyítására fordítottam, és minél többet tanultam, minél többet tudtam, annál inkább tudtam, hogy szinte semmit nem tudok. Az isteni tudás az a csoda, ami minden nap ott van előttünk, de nem vagyunk hajlandók lehajolni azért a kavicsért, hogy megdörzsöljük, és kiderül, hogy gyémántokon járunk. Le kell hajolni. Meg kell hajolni. Le kell hajolni a földre, és meg kell hajolni Isten előtt. Ha az ember tudja, hogy nem tud mindent, akkor szerényé válik. Alázatossá válik. Kéri a másik segítségét, mert egymásra vagyunk utalva. Lehet, hogy ebben a teremben nem, de önök közül talán többen hallották azt a azt az összefoglalást, amit ha este 10-ig beszélnék, akkor sem tudnám olyan szépen megfogalmazni, mint Kipling. Az If című versébe írta le. If, ha. Devecseri Gábor és Kosztolányi Dezső gyönyörű fordításában olvashatják. Az én szívemhez a vers zenéje Kosztolányi versében közelebb áll. És valójában, ha ezt elmondtam, abba is hagyhatnám a mai estét, mert mi a földi létünk célja? Miért jövünk ide a földi létbe? Azért, hogy a teremtett világot, Isten világát szépítsük, javítsuk. Ezt tettük? Nem. Mi a feladatunk? Szolgálat. Szolgálni gyermekeinket, családunkat, szolgálni a kisebb-nagyobb közösséget, ahol élünk, szolgálni a nemzetet, és végső soron az emberiséget, ezt a földet, amit azért kaptunk ajándékba arra 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 évre, hogy szépítsük, javítsuk, és szolgáljuk Istent, és szolgáljuk embertársainkat. De a mindennapok gyötrelmébe, Jób könyve, a sátán minden nap, minden percben csábít bennünket, és nagyon nehéz ebben a világban és mindenkoron minek megmaradni? Embernek. Embernek. Mi az ember? Az ember nem állat. Az ember nem ösztön lényként éli az életét, hanem tudatosan, mert a Teremtőtől testen kívül lelket és szellemet kapott. Embernek maradni, és igazán kevés dologra vagyok büszke. Az egyetlen dolog, hogy le tudtam győzni a vágyamat, hogy elmenjek, és ezért kaptam azt a boldogságot, amit azóta élek. Kosztolányi fordításában így hangzik ez a ha. Ha. Pont, pont, pont. Ha. Ha
nem vesztett fejed, mikor zavar van, s fejvesztve téged gáncsol, vak, süket. Ha kételkednek benned, és bízol magadban, de érzed az ő kételkedésüket, ha várni tudsz, és várni sose fáradsz, és hazugok közt sem hazug a szád, ha gyűlölnek, s gyűlöltségtől nem áradsz, s mégsem papolsz, mint bölcs, kegyes galád, ha álmodol, s nem zsarnokod álmod, gondolkodol, becsülöd a valót, ha sikert és kudarcot egyformán tűröd, s megveted mindkettőt, mint két rongy csalót. Ha elbírod, hogy igazad örökre maszlag gyanánt használják a gazok, s életműved, mi ott van összetörve, silány anyagból építsék azok, ha mind, amit csak nyertél egy halomban, van merszed egy kártyára tenni föl, s ha vesztesz, s elkezded újra nyomban, nem is beszélsz a veszteség felől, ha paskolod izmad, inad a célhoz, a szíved is, mely nem a hajdani, mégis kitartasz, bár semmi sem a céloz, csak akaratod int. Kitartani. Ha szólsz a néphez, s tisztesség a vérted. Királyokkal jársz, s józan az eszed, ha ellenség, de jó barát sem sérthet. S mindenki számol egy kicsit veled, ha a komor perc 60 pillanatja egy távfutás neked, s te futsz vígan, tiéd a föld, s minden, ami rajta, és ami több, ember leszel, fiam. Embernek maradni. Óhányszor kapta meg az ember, ne légy oly kemény, ne légy oly hiszékeny. Mindannyiuknak mondom, nincs jogunk egyetlen egyszer ismeretlen embertársunkról a rosszat feltételezni, még akkor sem, ha százszor azt tapasztaltuk, hogy rosszul bánt velünk az a galád. Mert igenis, minden ember lelkében, szívében ott van a jó, a teremtő beleoltotta. Nincs született gyilkos és született jó. Emberek vagyunk. És mindenkoron egyetlen egy embert tudunk legyőzni életünkbe, önmagunkat, önmagunk gyengeségét, fáradtságát, hitetlenségét, gyenge, nagyon gyenge az ember sokszor. De amikor győzelmet arat, fantasztikus érzés önti el. Mire szeretném önöket megtanítani? Éppen a saját példámon. A magyar azt mondja, hogy okos ember a más kárán tanul, ne tapasztalják meg, hanem bízzanak bennem, hogy igazat mondok. A biológiában, a természetben nincs visszafordíthatatlan. Csak hogy az emberek nem gondolják végig, hogyha egy irányba évek, évtizedek óta mennek egy zsákutcába, azt nem lehet bármilyen gyors léptekkel jön vissza a zsákutcából hónapokra szűkíteni. Kitartás kell, kitartani, amikor vissza akarunk jönni valami rosszból. Legyen ez testi baj, lelki baj, vagy szellemi kár. Ehhez nagyon-nagyon sok munka kell. Az orvostudomány tele van dogmákkal.
a dogma, a megcsontosodott elv nagyon veszélyes lehet, hogyha az hibás. Ezért minden embernek minden ismeretet a saját józan eszével meg kell vizsgálni. Az orvostudomány rettentő nagy bűnöket követett el önökkel szemben, mert olyan dolgokat állít, ami nem igaz, maga az állítás betegíti meg önöket, mert az agyukon keresztül befészkelődik a rossz, hogy mennyire tudja befolyásolni az agy, a szellem, a testet, engedjenek meg egy borzasztó példát, hadd mondjak, kettőt is. Mindkettő ugyanarról szól. Az Amerikai Egyesült Államokban ugye van halálbüntetés. Mégpedig ahány állam, annyi fajta szinte. Ölnek gázzal, kötéllel, kábítószerrel, kivéreztetéssel, és ezek a gonosz emberek emberkísérletet végeztek. Az ember bármilyen bűnös soha nem használható kísérletre. Svédországban, Angliában, Olaszországban, Magyarországon, Szovjetunióban, az a világ minden táján volt idő, amikor emberkísérleteket végeztek. Ma is végeznek emberkísérleteket önökön. Ez a klinikú, tehát a gyógyszerek kipróbálása három lépcsőn történik. Az első kettőről nem beszélünk, a harmadik az önökön történik. Tehát a gyógyszert mielőtt bevezetnék, klinikai három vizsgálat, az a gyalázatos ebben, hogy ugye sem az orvos, sem a beteg nem tudja, hogy ható anyagot tartalmazó gyógyszert kap, vagy sem. És abban a hitben van, hogy ható anyagot tartalmazó gyógyszert kap, ja, van placebo hatás, de ez becsapás. Becsapás és kísérlet. Arra azt mondják, hát akkor hogyan lehet új gyógyszereket kimunkálni? Hát talán nem kellene olyan sok új gyógyszert kimunkálni, mert kiderült, hogy a legjobb gyógyszerek is megtalálhatók a természetben, és a természet megtanított bennünket bizonyos dolgokra. De ez legyen az ő gondjuk. Tudnélik, ha azt mondják önöknek, mert önöknek ezért nem fizetnek, hogy kis úr vagy hölgyem, önnek azért, mert hogy nem tudjuk, hogy mit adunk, nem méreg, de nem hatóanyag, az esetek 50%-ában önnek ezért arányaiban, hogy mit fizetnek, hogy tudják. Több millió forintot, hogy részt vesznek egy ilyen vizsgálatba. Önök mit kapnak? Semmit. Papírt aláírni. Nagyon kérem, sem bankpapírt, sem gyógyszer kipróbálást, anélkül, hogy haza nem viszik, otthon egy napig nézegetik, alá ne írjanak semmit. Mi az a fantasztikus felfedezés, amit az amerikaiak felfedeztek? Csak közbevetőleg mondom, hogy megint a magyar büszke kebel dagadhat, na, ha, kedves egészségére, ha emlékeznénk, hogy volt nekünk egy világhírű tudósunk, Sejjel János, aki a stressz elméletet és így a distresszt leírta nekünk, és elmagyarázta nekünk. És elmondta, hogy mennyire fontos a stressz. Mit gondolnak szív érrendszeri, érelmeszesedés, daganatos megbetegedés, immunbetegség, csak a legfontosabbakat említem. Mi a mai felfogás szerint az első faktor,
az egyes számú ok. A stressz, de melyik fajtája? Az igazat mond, ne csak a valódit. A stressz jó, a distressz nem jó. A stressz nélkül nem lehetne élni. Az készít fel bennünket mindenre. A distressz az, amikor a stressz állapot nem természetes módon oldódik. Magyarul, ha összeveszik férj és feleség, és viszik magukkal éjszakába, napokra, hetekre, mi az első faktor? A családi stressz. Még egyszer, minden betegségben a megoldatlan családi problémák, a családban a szeretet hiány, a családban az egymás bántása. Logikus. Hát mi vagyunk leggyakrabban együtt, legközelebb is. Ugye viselkedünk a munkahelyen, az utcán, macskába se rugunk, mert azért is már, hogyha börtön jár. Meg nem ütjük társunkat, de gyötörjük. Gyötörjük. Ez a legfontosabb faktor a szív érrendszeri daganatos megbetegedések. A három nagy csoportban. Mi van a második helyen? Most már kitalálják. Hol vagyunk annyit, vagy sokszor többet, mint a családi környezetben? A munkahelyen. Alkalmazkodni kell. Féltjük az állásunkat. Egymást figyeljük. Egymást, ahelyett, hogy segítenénk, egymásnak nehezítjük a dolgunkat. Féltjük az állásunkat. A munkahely, a munka, maga a munka is, ezért nagyon fontos, hogy keressék meg, ami örömet okoz. Csak olyan munkát végezzenek, ami örömet okoz. Miért vagyok én boldog ember? Mert a Teremtő a legcsodálatosabb munkát adta nekem, és én nekem a munka örömforrás. Mi van a harmadik helyen? És ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Mi van a harmadik helyen? Még mindig nem az egészségtelen táplálék, még mindig nem a dohányzás. Egyébként, hogy el ne felejtsem, a dohányzás a 9. helyen van. 9. Mi van a harmadik helyen? Amikor a világot jártam, elmentem Dél-Amerikába, Afrikába, Ázsiába, nagyon nagy szegénységet láttam, de boldog embereket. Olyan szegény volt, hogy egy inge volt, este, hát azon a klímán kimosták, reggelre megszáradt, nem volt koszos, nem volt büdös. Egy inge volt, egy nadrágja volt, és boldog volt. Este nem a televíziót nézték, vagy ha nézték, azt is kint 30-40-en, de önök is hányszor nézik és nem nézik. Hát akkor beszélgettek is önök, bosszankodnak azon, hogy miért ilyen rossz a műsor. Ők meg beszélgettek, hát a rossz a műsor beszélgetnek. Közösségi életet élnek, és mindenhol a legnagyobb örömforrás ott van. Mi a legnagyobb örömforrás a családba? A gyermek. És mi azért vagyunk ilyen nehéz helyzetben, mert 1956-tól a mai napig 7 millió magyar magzatot pusztítottunk el. Senki ne nézzen a másikra, mindannyian benne vagyunk, mind a 10 millióan. Vagy közvetlenül, vagy közvetve.
ez egy borzasztó érzés. De mi van a harmadik helyen? A nemzet. Tetszik érteni? Nem a dohányzás, nem a rossz táplálék, hanem a nemzet lelki állapota. És ezért választások előtt vagyunk. Van egy nap az életünkben 4 évenként, amikor bemegyünk egy fülkébe, és beteszünk 2 x-et. Ennyi. Melyik a legjobb párt ma? Kire szavazzanak? Megmondjam? Mindenki lelki ismerete szerint arra, ami saját tapasztalata alapján a legkevesebbet csalódott, és bízik abban a politikusban, vagy abban a pártban. Önök ítéljék meg. Hát 3-4 éven keresztül naponta látták őket. Mindegyiket. Mindenki saját értékítélete alapján döntsön. De kell-e dönteni? Tudják-e, hogy az ősi magyar jogban kötelező volt a közéletben részt venni? Nagyon megengedő volt a magyar törvénykezés, egy dolgot nem engedett meg, hogy a közéletben ne vegyen részt. Miért? Mondják, hogy mit számít az én szavazatom, egy ember szavazata. Tudják, mit számít? Egy ember szavazata? Hát például az Amerikai Egyesült Államokban egyetlen egy szavazaton múlott, hogy nem német, hanem angol lett az Amerikai Egyesült Államok állami nyelve. Tessék végig gondolni a történelmet, visszamenőleg, ha német az államnyelv. Nem mondok mást. Egyszerű. Mi mindannyian olyanok vagyunk, mint a búzaszemek. Ember búzaszemek. Vagyunk 10 millióan, 8 millió, valahány 100 000-en. Lehetőséget kaptunk arra, hogy elmondjuk a véleményünket. Mit számít egy szavazat? Elképzelhető, hogy a mérleg nyelve pontosan egymással szemben áll? Igen. Lásd, Amerika Egyesült Államok. Egyetlen egy búzaszem elbillentheti a mérleg nyelvét. Tudatában kell lennünk a kicsinységünknek, de tudni kell, hogy ez az egy búzaszem, ez a kicsi egy ember döntő lehet a jövő szempontjából. Miért beszéltem erről? Mert ismerek olyan családot, ahol az apa MSZP-s, az anya fideszes, a fiú pedig jobbikos. És nem beszélnek egymással. Televíziót ugye nem tudtak megegyezni, mert mindegyiknek megvan a maga csatornája, azt akarta nézni, nincs türelem, nincs megértés, nincs belátás, az én pártomat akarom nézni, és szétszakadt a család. Így jön a harmadik faktor, első faktorra, a családba befészkeli magát. Nincs elég tapasztalás, hát regény élményeikből tudják, hogy valamikor a vallás volt ilyen választó. A katolikus nem vehetett el református, az evangélikus, a zsidó. Abba kéne hagyni. Egy életünk van, egy hazánk van, egy nemzetünk van, és egy Isten van. El kell dönteni, hogy az ő szolgálatába egymást a földi küldetésünk szellemében szolgálva segítjük, vagy naponta késsel beleszúrunk a másik szívébe.
nagyon fontos a következő. Test, lélek, szellem. Ez a háromlábú szék, amely az egészségünket tartja. Három lábon áll. Mindegy, hogy melyik törik el, a szék felborul, az egészségünk felborul. De ezek a lábak nem csere szabatosak. Tehát a testi lábat nem lehet lelki vagy szellemi lábbal cserélni. Ezért a magyar nyelv a hülyeséget nem tűri, amikor a televízióban szellemsebészetről, meg távsebészetről, meg a sebészet az fizikai tevékenység. A gennyes tájogra nem imádkozni kell, előtte kellett volna, hogy az immunitása növekedjék, de ha már tájog van, akkor sebész kés kell. A gennyet ki kell engedni. Ja, keresni kell az okát, hogy miért alakult ki. Baktériumok körbevesznek bennünket. Az immunitásunk miért gyengül le? Tudják-e a jelenlévők, hogy az immunitásunkért melyik vitamin csoport felelős? Kérdezem, jó? Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy a C-vitamin. Vannak. Tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy a B-vitamin. Olyan is van. Tegye fel a kezét, aki mondja, hogy a D-vitamin. Nem, nagyon-nagyon. Ez egy kicsit trükkös volt, olyan egyetemi tanáros. Trükkös, de nem bántó. Tehát a tudomány sokáig úgy tartotta, hogy a C-vitamin felelős az immunitásért. Ez nem igaz. De az sem igaz, hogy csak a D-vitamin felelős. A D-vitamin, és ezt tessék megjegyezni, a legfontosabb faktor, miért is? Miért a D-vitamin? A C-vitamin gyümölcsbe be lehet vinni, meg tablettát megveszik a patikába, a baktérium köpedéke a tabletta, úgyhogy úgy fogyasszák. És balra forgató a C-vitamin. Egy jonátán almában megvan a napi C-vitamin szükséget, a fölösleget, mert vízbe oldultó úgy is kipisíjuk, úgyhogy abszolút fölösleges patikába járni. És elárulom, ha piacra menne, keresség a kukacos almát. Miért? Mert az biztos, a kukac csak a jót teszi meg. Ami olyan szép, hibátlan, meg réteg van rajta, nem elég, hogy permetezték, meg műtrágyázták, hanem még bevonatot is tesznek rá. Az ám a finom. Az kukac nem bántja. Nem hülye. Tehát C-vitamin gyümölcsökben, B-vitamin belsőségekben, bizonyos növényekben, húsban, etc. Egyetlen egy vitamin van, amihez mi kell? Napfény. Mindenhez napfény kell, és nagyon-nagyon szomorúan közlöm önökkel, hogy nehogy azt gondolják, hogy a magyar paprika és paradicsom, amit növényházba készítenek, az külön, mint a holland, meg a belga. Ugye tudják? Szentesen. Megkapjuk a meleg vizet. Tetszik érteni? Földanya adja. Ingyen. Most ez a jelenlegi rezsim engedélyezte, és lehet fűteni. Eddig miért nem lehetett? És hogy állítják elő a paprikát, paradicsomot és a retket? Na hogyan? Melegágy, az rendben van, hát melegágy, az a neve, azért meleg, mert védjük a hidegtől. De nem ez a lényeg. Tőzeg gyapoton és mesterséges folyadékkal. És mesterséges fénnyel. Tudják, hogy mi köze van annak a paradicsomnak a paradicsomhoz?
De még rosszabbat mondok. 40 évvel ezelőtt a sárga répa vastartalmát a 100-nak vesszük, a jelenlegi szabad földön termelt sárga répa vastartalma, mit gondolnak, mennyi? 4% a korábbi. 4. Lassan minden táplálék, ez a legnagyobb gond, elveszti az ásványi anyag tartalmát. És akkor jön az ész. Akkor mit kéne enni? Mivel nem tudnak szórakozni? Mert ugye műtrágyáznak, kizsarolják a földet. Hát régen szerves, tehát ugye a trágya az, amit megevett az állat, kis alom is volt, és amit nem szívott fel a szervezet, az ásványi anyagok döntő része, az visszakerült a trágyába, és 3 évente a jó parasztember legfönnebb 4 évenként trágyázott és vetésforgót is használt, mert mindegyik növény más ásványi anyagot vesz ki a földből. Nincs ásványi tartalma a földeknek. Ezért a szabadföldi nagyban termelt bármi, az gyakorlatilag vizet és szint vesznek meg, kis rostanyagot. Az is köl. De nincs benne ásványi tartalom. Miben van? Nagyon egyszerű. Hát a diófa az hány éves korába kezdte lenni? Diófát nem palántázzák. A diófát nem. A diófának a termése az hosszú évek alatt a mély gyökerek mélybe kúsznak, és szívják föl az ásványi anyagot. Ha valakit érdekel, érdemes utána nézni, van egy tudós csoport, aki azzal foglalkozik, hogy a magok alakját az emberi szervek alakjához hasonlítva azt állapítják meg, hogy amelyik mag az emberi szervre hasonlít, arra nagyon jó hat, hatékony. A dióbél mire jó? Körte? Na. Hát most jönnek zavarba. Alma körte. Mert mondják, hogy a körte, mert van körte alakú emlő a hölgyeknél, meg alma alakú, de a körte, az mire hasonlít? Az anyami, így van, anyami, alma emlőre. Szilva, mikor szokták a szilva lekvárt adni? Ha szorulása van, mi felelős azért, hogy a belek mozogjanak? Nem. Olyan a szilva, mint a mellékvese. Tehát a speciális hormonoknak a termelése. De végigjázhatják, ugye a gesztenye mihez hasonlít, férfi emberek? A prosztatához. Gesztenye készítmények. Tehát lehet játszani, de a legfontosabb dolog az, hogy amit nem tudnak hamisítani, amit nem tudnak manipulálni, azok a magok. Ilyen egyszerű. Hát a magyarót is kinterem, azt mondják, dehogy nem tudják, hát a napraforgót. A napraforgót az rendkívül ellenálló. Nem igen tudják befolyásolni. Tök mag, napraforgó, mindenféle olajos mag tele van ásványi anyaggal. És akkor vissza kell térni a zöldséghez. Amikor 76-ban Budapestre jöttem Pécsről, és egyik rokonom ősvezértér. Az erkélyeken paradicsomot és paprikát neveltek, nem virágot.
Ma pedig az én falumban nincs kert, amit megművelnének, a Tesco-ba meg a Lidl-be veszik a zöldséget, gyümölcsöt. Kedveseim, nem azt kérem, hogy dobják ki a televíziót. Hát, egyébként is valakinek a fejére esik. Van rajta egy gomb, meg ilyen távirányító, de fele annyit nézzenek televíziót. És azt a másik felét, pedig bármilyen kicsi földjük van, saját, pici, erdőbe se bünteti meg senki, hogyha bemennek egy tisztáson, és paradicsomot ültetnek, legfeljebb más eszi meg, váljék egészségére. Tessék visszamenni a földre, és saját zöldséget termelni. Szűzföldeken, vagy elhagyott földeken, annyi van Magyarországon. A falumban is gazba vannak a kertek. Tehát magok, saját zöldség, saját gyümölcs. Az asszonyok mindig egy kicsit szoktak haragudni, a férfiak meg számon kérik, ha nem beszélek róla, a bor. Ja, meg a pálinka. Meg fogják látni egyesek, akik abban a korban vannak, a magyar pálinka, ha valamit csúnyaságot nem csinálnak vele, az egész világ gyógyszerként fogja fogyasztani. Gyógyszerként. Miért? Azért szagoltak már körte pálinkát? Körte illata van. Az aromás vegyületek alkoholba oldódnak. Ezek minidózisban, mikro szinten vannak jelen, de óriási jelentősége van az emberi szervezetnek. A bor meg tele van védőanyaggal. Azt mondják, hogy akkor csak vörös bort lehet inni, mert abban van a resveratrol. Nem. A vörös bor is más ásványi összetételű, meg a fehér bor is. Mind a kettő és a pálinka is mennyit kell belőle inni. Mértékkel. Ahogy a magyar milyen szépen mondja, mérték. Ugye van 3 centes pohár, van 1/2 decis. Sörről nem beszéltem. Az vödörrel kell inni. Tehát magyarul a mérték pedig nagyon fontos. Mennyi? Mi? Kinél? Emberenként válogatja. Van akinek a 3 deci bor sok. Miért, drágáim? Azért, mert ez is genetikusan kódolva van, hogy a máj enzimek bontják le ezeket a dolgokat, és kinek milyen a máj enzim összetétele. Óriási dolgok derülnének ki, ha valóban a tudománnyal foglalkozna, mert vércsoportokhoz is kapcsolódnak más, jó az A vércsoportnak, más jó B vércsoportnak. Miért nem erről beszélnek a televízióban? Miért? Eláruljam? Ezen nincs profit. Tehát tessék a sorsukat a kezükbe venni. A televízió nem sátántól való. Az atomenergia sem. A cián sem. Mert mértékkel mindegyik a hasznunkra fordítható. De van olyan dolog, amit semmivel nem lehet pótolni. Nincs mese. Úgy érzem a 45 percet, mert ugye az orvost a hallgatók, de azért megnézem, mert soha nem doboltak ki az előadásomról. Késni késtek, de azt egyetemi tanár örömmel vette, hogy ha késve is, de jöttek. De hát mert ez is micsoda fordított világ.
Hát mennyit fizetnének, hogy tudjak? Ja, de ha az egyetemi tanár segít, olyan előadást tart, amire nem érdemes elmenni, megbolondult ez a világ. Helyre kell állítani a rendet. Milyen rendet? A teremtői rendet. A teremtői rend nem demokratikus. Próbálkozta, képzelje el, gyönyörű ifjú szőke hölgy, ha önt kérdezték, nem kérdezték, viszik olvasztárnak vagy traktorosnak. Ilyen volt, mert hogy a nő alkalmas rá, mindenre, nem. Mindenki a teremtőtől egyéni képességet, egyéni talentumot kap. A nő más, mint a férfi. Vannak olyan dolgok, amit nem szabadna nőknek végezni. A női gát olyan, hogy nincs alátámasztva, ezért nehéz súlyokat nőknek nem szabad emelni. Tehát drága férfi társak, igenis, ha az a szatyor, a bevásárló szatyor 10 kilónál nehezebb, tessék átvenni. Tetszik érteni? Mert haspréssel is csodálkoznak, hogy időskorban jön az inkontinencia, a vizeletcsöpögés, a hólyag elővetülés. Eznek mind-mind oka van. Miért nem erről beszélnek? Mi az, ami nélkülözhetetlen, mert ez a vége a mai estének? Nem, hát a napfény nélkül nem lehet élni. De mi az a nélkülözhetetlen dolog, amit még napfénnyel se lehet pótolni? Semmilyen szerrel. Mi az? Mi? Nagyon okos. A szeretet az gyógyító erő és egészség megtartó. De a fizikai lét, pontosítani kellett volna a kérdést. Fizikai létbe. Nem elég, hogy mozgás. Mert lehet mozogni, aerobikozni, meg felső ilyen húzózkodni, meg deltát emelni. Mi? A gyaloglás. Tessék utána nézni, ifjak és középkorúak, a nagy, hát van, ugye megint, mivel magamból indulok ki, olyan hülye vagyok a számítógéphez, hogy ezért feltételezem, hogy az őszhajak nem számítógépeznek, aztán dehogy nem, csak én vagyok ilyen lüke. De egy anyagnak nézzenek utána, ez a leptin. Leptin, meglepetés, leptin. Agyban kevés a májban, és nagyon sok a lábszár izomzatban termelődik. Miért van jelentősége a leptinnek? Kedves fogyókúrázó hölgyek és urak, éhezve nem lehet lefogyni, csak vizet veszíteni, és zsír anyagcserét fokozni. A leptin az az anyag, amely a szénhidrát, fehérje és zsír anyagcserének az igazgatója. Van szénhidrát, van fehérje, és mégis a zsírból veszi az energiát. Csak a lábszár izomzat segítségével tudják megtenni. Gyalogolni kell. Gyalogolni. Emlékeznek rá? Azt mondtam, hogy fele időt a televízió nézésből. Átlagosan a magyar emberek 6 órát néznek televíziót, 1 óra a kiskertbe, 2 óra gyaloglás. Fele. Amikor mondtam idős hölgynek, aki nagyon nehezen láttam, hogy fáj a térdje, de amikor föl kell, nagyon nehezen kell föl, de beindult már a 5. lépésen, egész jó ment. És kérdezem, hogy nehéz menni? Ó, nagyon nehéz. De föl indulni borzasztó. Mondom, akkor egyszer induljon naponta, és meg ne álljon. Miért a nagyon fontos az izületi betegségekben is a mozgás? Olyan egyszerű.
Ha önök akár csirkét, gyesznót, bármilyen állatot vágnak, akkor ott látszik az izom, van a vörös izom. A vörös izom, ami nagy mozgást, nagy metrikus változást. A disznónál az első hátsó sonka, a borda, mert állandóan lélegezni kell. Aztán van a fehér izom, amely alig mozog, de tónusban van, és hogy néznek ki az inak? Fehérek. Miért fehér? Alig van vérellátása. Ez a titok. Ha valaki a zsákutcába pakolta le az ízületekbe a kémiai mérgeket, az ízületekben ott van, onnét eltávolítani hogy lehet? Hát csak a vér tudja elvinni. Milyen lehetőség van arra, hogy a vér áramlást fokozzák? A legjobb a használat, a mozgás. Azért jó a masszírozás. Az is a véráramot fokozza. A meleg víz, az is a véráramot fokozza. De semmi nem pótolja a mozgást. Higgyenek nekem, nem csontritkulási vizsgálatra kell menni, nem. Mi ez a ízület, izm? Ugye a televízióban mutatják gyönyörű térdízületet, és hogy annak a pótlására, kedveseim, legyenek olyan kedvesek, idősek, akik csontritkulásra szedtek már mindent, nézzék már meg, hogy mit változott az elmúlt 10 év alatt, pedig mindent szedtek. Semmit. 1 évet kérek mindenkitől, minden idős embertől. Napi 2 óra gyaloglás. Nézzék meg a csontjukat, hogy néz ki utána. Semmibe nem kerül. Sőt, ha amikor elmennek, nem felejtik kikapcsolni a televíziót, spórolnak is. Sőt, a fűtést is. Ugye, ha van egy kis gomb, és lehet szabályozni, tudják, hogy a tiszta szobában nem volt kályha? Soha nem fűtöttek. A gyereknek a kemence patkán, mert az még érzékeny. De ha nagyon hideg volt, akkor a forró, vizes üveg, vagy a cserép, hogy addig még, ugye, bólogatnak. És milyen jót lehetett aludni a hideg szobában, mert meleg szobában nem lehet aludni. Az betegséget okoz. Kiszárítja a nyálkahártyát, óhatatlanul szájon veszek levegőt, és csodálkoznak, hogy a torkuk fáj. A hideg szobában így, ki nem nyitja a száját, mert hideg. Orron keresztül, apró dolgokról beszéltem. A teremtő nekem a legszebb hivatást adta. Valami csoda dolog a szívműtét. De higgyék el, több embert gyógyított meg egy hét alatt, mint egész életemben a szívműtőben, ha hallgatnak rá. Mindenkitől bizalmat kérek, nem hosszú távút, ugye nem hinni kell az orvosba, hinni Istenbe kell, bízni az orvosba, mert a bizalmat vagy megerősíti a tapasztalás, vagy elveti. Bárki, bármilyen útra lép, tessék tudomásul venni, minden út kezdete nehéz, és gyötrelmes a kezdet. De a győzelem a lustaságomon. Ja, és föl tudok menni ott, ahol nem tudtam. Ó, és az észre se vettem, le tudok hajolni. Csípőm se fáj annyira. Ezért mindenkit arra kérek, higgyen magának. Mindenre képesek. Az ember az agyával elhatározza, kiadja a parancsot, hogy az ujjamat felemelem, ez is parancs az agytól. Mindent meg tudnak oldani. Nincs olyan betegség, amiből nem lehet meggyógyulni. Nincs. A rákból is. Csak nagyon nagy a baj, akkor nagyon nagy a segítség.
mindenkire szükség van. Kínában az allergiás megbetegedésénél nagy családot, 160 embert összehívnak, és addig ki kell deríteni a kapcsolatban, hol van a hiba. Aki naponta veszekszik, annak nem kell el összehívni a nagy családot. Ott van helyben. Ezért jön a keresztény világ legszebb ünnepe, húsvét. Nagy böjtöt érünk. Minden vallásban ott van a hosszú böjt, meg a rövid böjt. A hosszú böjtnek az a lényege, hogy a hústól szabaduljunk meg. A húst nem emésztjük meg, mi emberek. Egy része megrothat. Ezért nem hús nélkül kell lenni, csak egyszerre keveset, és ki kell takarítani az udvart gyümölcsel, zöldséggel, ami a rost kiviszi a szennyet. Ő az utcaseprő. De nagy böjt nem csak a táplálék megváltoztatása, hanem a minden nap mindenki megtapasztalja, hogy igaztalanul bántják. A legjobbat, a legtisztábbat, az Istenembert megfeszítették. El kell gondolkodni, hogy nagy péntek a mindannyiunk számára bekövetkező halál nem szabad, hogy kereszt út végén következzen be. De feltámadunk. Hogyan, mert mondták Ádám? Semmi nincs már abból. Egyszer még, ha Gödöllőre eljövök, akkor fogok arról beszélni, hogy mi a feltámadásnál a test feltámadása. Tudni, a mai tudásokkal és mai ésszel is meg lehet érteni. Csak papjaink, van itt most pap, önök között, lelkész. Óriási változások vannak ott is. Egyre több jó pásztor látható. Kell a nyájnak a pásztor. Kell a lelki vezető. Kell a testi segítő. De ne feledjék, test, lélek, szellem a papnak, a tanárnak és az orvosnak ugyanaz a feladata. Csak a súlypont van máshol. A papnak a lélekkel, de a testtel és a szellemmel is kell foglalkozni. A tanárnak a szellemmel, de a lélekkel és a testtel is, és az orvosnak szintén. Ugye sebész vág, de anélkül, hogy nem mondanál, hogy mit miért tesz, az vagdalkozás, nem műtét. Egymáson tudnak segíteni, mondták, a legfontosabb a szeretet. A lelki világunkba. Ez az ünnep pedig felszólít mindannyiunkat arra, hogy bocsássunk meg. Egyetlen egy emberről tudjuk, hogy Krisztuson kívül biztos ott van a mennyországban. Kicsoda? A jobboldali Lator. Krisztus maga ígérte meg neki. Mindannyian bűnösök vagyunk, ezért ne bántsuk a másikat. Nem vagyunk különb másoknál. Mindannyian a saját életünkkel kell elszámolni a Teremtőnek. És az utolsó pillanatban is van megbocsátás. Az utolsó pillanatban is van változtatás lehetősége. Tegyék meg a mi gyönyörű ünnepünkön a keresztény világ legnagyobb misztérium játéka, Krisztusunk megfeszítetése és feltámadása és mennybe menetele mindannyiunknak kapaszkodó kell, hogy legyen.
más karácsony üzenete és más húsvét üzenete. Az egyik a születés, a másik az újraszületés. Ezért mindannyiuknak kívánom, hogy az ünnepeket szeretetben és békébe töltsék. Ugye nem akarnak zajongani. Jó, tehát tanulják, ne tapsoljunk. Higgyék el, én annyi szeretetet, annyit kapok önöktől, nagyon sokszor, amikor pláne messze megyek több száz kilométerre, és fáradt vagyok, és nem tudom, mi lesz velem. És az előadás végén új ember vagyok. Miért? Mert minden, ami önöktől felém árad, az az én energia szintemet növeli. Úgyhogy köszönöm a sok energiát, amit kaptam önöktől ma. Isten áldja meg önöket. Akkor szeretném mondani, hogy 12. éve hívunk. Most voltál közöttünk, és remélem jó tanítványaid vagyunk, mert akkor most elmondanám, hogy a születésnapod alkalmából a lányom, aki azt csinálná, amit szeret. Hát az kell. Igen, hát kicsit nehéz az elindulás, és ott is, tehát mint virágkötő, de ezt szeretid, de szívvel, lélekkel, születésnapod alkalmából. Ez az enyém? Igen, a tiéd. Viszem, mert... Még ne, még van, még ne. Nincs vége. Aztán megkapálgatunk, hajolgatunk a kis földünkön, szerves trágyázunk, és a tyúkjaink is, hál' Istennek, jól teljesítenek. Van annyi, hány éves vagy, és egy hét alatt. Tetszenek látni? Szabad tojást enni? Az anyatej után a második legfontosabb táplálék. Csak nem mindegy, ugye mondta drága barátnőm, hogy ott a kertben, meg amit evett, mert minden, amit az állat eszik, azzá válik a teste. A mi testünk is. Tehát ha műanyaggal etetik a csirkét, akkor műanyag tojást esznek. Van önök között, most komolyan kívánok, egy ember is, aki még kotlóst ültetett? Igen, mi? Ah, tehát nézzenek körbe! Fiatal, meg kell tanítani ezt is, ingyen van. Hát a tyúkanyó kikelti a kis csibéket, nem kell elektromos áram. Igen, szóval volt mi. A szokásos lágykenyér, mert igen, most nem rontottam, mert tönkölybúzából. Egy hibázik, hogy nem a kemencébe készült, és hozzá a tekvidéket villányi rozéja. És akkor... Érdemes volt tanítani. Megtanultál. Rozé, miért jó a rozé? Hát ez a fehér volt, és a vörös volt egyes is. Na, hát akkor a legjobb. Úgyhogy, de azt még akkor muszáj hozzátennem, hogy csak azt mondjuk, áldjon Isten, ahol jársz, kelsz, megsegítsen. És akkor szeretném a résztvevőknek mondani, hogy professzor úr nem említette, de vasárnap tehetünk a lelkünkért és a hazánkért, Verőcén, Ima Magyarországért, és aki még nem járt ott, azoknak csak meleg szívvel tudom mondani, hogy legyenek ott, és nem csak a természeti környezet és a Kárpát-haza temploma, hanem szerintem a dolgunk. 2006. október 23-án megverték és megalázták a magyar embereket. De bármit mondanak, Gergényi kapitány sem gonosz. Vele megbeszélve november 5-én a Hősök terén megtartottuk az első imát. Miért imádkozunk? Gyümölcs oltó boldogasszony,
napjához, legközelebb eső vasárnap, amíg élek és élünk, mindig ekkor van Verőcén. Azért, mert az egy szakrális tér. A Hősök teréről kitiltottak, az is szakrális tér, de annak idején Demszky Gábor elzavart bennünket, úgyhogy megtaláltuk a helyet, ez egy magán terület, áldott legyen a neve, gróf Betlen Farkas, a történelmi család sarja, Verőce polgármestere gyönyörű templomot épített, és ott valami csoda környezetben egy órán keresztül imádkozunk azért, hogy a Teremtő adjon hazánknak vezetőket, jó vezetőket, lelki, gazdasági, politikai vezetőket, hogy a magyar nép feltámadhasson. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nem felejtettem volna el, de erre külön szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ha most nem tudnak eljönni, be kell tenni gyümölcsoltó, boldogasszony napjához közelebb eső. Ha a következő vasárnap esik közel, akkor az. Ha az előtte való, akkor az. És most ezért 23-án vasárnap. Hogy? 11:30-kor van a gyülekező, 12-kor harangszóra indul a szakrális ima, és 1 órakor vége van. Tehát 1 óra, mindenkor 1 óránál tovább nem szabad semmit szabad téren tartani. Köszönöm, hogyha néhányan eljönnek önök közül. És akkor még rám maradt egy-két rész. Tehát, mint mondottam, minden saját erőből igyekszünk megcsinálni. Ezeket a rendezvényeket, azt kell mondanom, nem fedezik, de segítség, ha hozzájárulnak az est költségeihez. Ez a plakáttól a terembérig és minden egyéb költséget vonz, amit lehet mi magunk előteremtünk. Úgyhogy azt kérem, hogy aki megteheti, vagy úgy érzi, hogy lelkiismerete azt diktálja, akkor tegye meg. A következő rendezvényeket a párom már elmondta. Kérem, hogy akiket felkeltette az érdeklődését, mert az is izgalmas lesz, akkor azok majd ugyanúgy regisztráljanak, mert ez a hely miatt fontos. Professzor úr könyvei már itt vannak, meg lehet őket vásárolni, és természetesen ő mindig dedikálja is ezeket a könyveket. És akkor az utolsó, akik már mind a 12-n itt voltak, vagy már más rendezvényeinken is, azok tudják, hogy mi Moldvai Csángó magyar oktatást segítjük, velük szoros a kapcsolatunk, és a szokásos Csángó elköszönés. Feljött a nap szép fényesen, bünköt is üti gyenyesen, feles jött, eles haladott, nekünk örömet hozott. Isten áldja meg kenteket, a szívüket s a lelküket. Köszönöm.